Május 14-től számít bűncselekménynek, ha valaki a járművezetéstől eltiltás ellenére ül volán mögé. Akit a szabálysértési hatóság tilt el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Szigorúbb döntésre számíthatnak azok, akiktől bíróság vette el a jogosítványt. Ők büntettet követnek el, és akár 3 évet is kaphatnak. A nyíregyházi járási ügyészségen az elmúlt 3,5 hónap alatt 31 sofőr ellen indult eljárás. Eddig 15 vádemelés történt ilyen ügyekben, tipikusan gyorsított eljárásban bíróság elé állítással zajlanak ezek az ügyek. Az elkövető előéletétől függően, tehát hogy volt-e már büntetve, vagy büntetlen előéletű, alakulnak a büntetés kiszabási gyakorlat is. Az ügyészség kiemelten fontos bűncselekményként kezeli ezen cselekményeket, és a törvény teljes szigorával kíván fellépni az elkövetőkkel szemben. Tipikusan pénzbüntetés, abban az esetben az indítványunk, hogyha büntetlen előéletű szeméről van szó, illetve súlyosabb esetekben, tehát ha többször fordult már elő, többször került összeütközésbe a törvénnyel, akkor felfüggesztett szabadságvesztés, elzárás, vagy pedig végrehajtandó szabadságvesztés az indítványunk, és természetesen ezek mellett a járművezetéstől eltiltás minden esetben. Nyáron kényszerintézkedésekre is szükség volt olyan sofőrök ellen, akik rövid időn belül többször vezettek eltiltás hatája alatt. Az ügyészség mindhárom elkövetővel szemben indítványozta letartóztatást, a bíróság két esetben úgy gondolta, hogy ennek helyt ad, egy esetben pedig egy enyhébb kényszerintézkedést, a bűnügyi felügyeletet rendelt el. Ezekben az ügyekben már ítélet is született, bár egyik ügyben sem jogerősen, hiszen az ügyészség mindhárom esetben súlyosításért fellebbezett, elzárás, büntetés, illetve a legutóbbi esetben végrehajtandó szabadságvesztés került kiszabásra, járművezetéstől eltiltással együtt. Akitől fél évnél hosszabb időre veszik el a jogosítványt, a jelenlegi szabályozás értelmében kötelező utóképzésen kell részt vennie. Ez nem egyezik meg a hagyományos vezetői tanfolyammal, a szabályt kijátszani pedig nem lehet. Annak is kötelező ez az utóképzés, akinek 18 vagy annál több büntetőpontja gyűlt össze. Nekik az okmányiroda fél évre vonja be a vezetői engedélyt, a pontok összegyűlését követő 8 napon belül.